az a baj, hogy olyan magasra lett rakva a mérce, szóval ilyesmi, hogy a Figaro-nak és a Don Giovanni-nak is ekkora nemzetközi sikere volt, egy éve nyomaszt engem, mert hát most már el kell érni ezt a szintet, nincs mese. És most mindenki arra vár, hogy a Varázsfóla ugyanolyan jó legyen, mint a Figaro meg a Don Giovanni, és ez tulajdonképpen nem elég, még jobbnak kell lennie. Egy éve ezen dolgozunk, hihetetlen munka van az előkészületi folyamatban, hát most itt vagyunk a főpróba napján, most már csak ennek kell sikerülni. Olyan változatot játszunk ebből az operából, ami hát ugye iszonyatosan jól ismert az egész világban, és mindenki tudja, hogy mi az, amiben az egész eredeti szöveg el van játszva, ahogy a Schikaneder azt annak idején megírta. Az operákat manapság mindig eredeti nyelven éneklik, viszont nem feltétlenül német nyelvületen játszik. Tehát itt is ez volt az elvonulás az Ivának, és hogy legyen nek a prózai részek rendesen eljátszva a magyar nyelven. Minden figura egy rész, az énekes, a más, az a színészből tevődik össze, és a prózai részeket a színészek játsszák magyar nyelven, az énekesek meg az operát éneklik németül. Mindenféle megoldásokat kellett találnunk arra, hogy a közönség megértse, hogy ez a figura most ugyanaz a figura, mint a másik. A színészek szintje a mai, az egy kicsit mai és hétköznapi, az opera énekesek szintje az egy emelkedettebb és egyben valamivel konzervatívabb. És van még tulajdonképpen egy harmadik szintje az egész előadásnak, ez a mesekönyv. Tulajdonképpen olyan szempontból egy virtuális díszlet, hogy nem létezik. Tehát akkor kezd élni, mikor bekapcsoljuk a projektorokat. Egy ilyen régi mesekönyvre akartunk asszociálni, nagyon kevés animáció van benne, csak annyi, hogy lapozódik a könyv. Az a legérdekesebb, hogy mondjuk van, amikor egy színész mozog a színpadon, és nem is ő beszél, és olyan, mintha ő mondaná. Tetszett a kivetítő, meg hogy a szereplők ott voltak a közönség téren. Láttam egyszer a tévében, és abban csak énekeltek még izé, de sokkal jobb volt, hogy ebben volt valami humor is. Fantastisch, man fühlt sich aufgehoben, unterstützt, einfach positiv, positive Energie kommt von Ivan und vom Orchester. Ich fand es großartig, also weil es ja schon mit Publikum war, hat man eine andere Empfindung. Also es ist keine normale Probe, sondern eigentlich schon eine Vorstellung. Ich fand es war gut. Sehr inspirierend, sehr lustig, sehr humorvoll, sehr musikalisch. Ich glaube für die Zauberflöte und auch für Figaro habe ich ja auch schon gemacht mit ihm. Ich mag sehr seine im besten Sinne des Wortes naive und kindliche und wache Intelligenz und sein Herangehen an die Musik ganz natürlich. Ohne große Kunst und ohne große Hintergründe und so, sondern ganz natürlich einfach die Musik von Mozart sprechen lassen. Bist du immer so vermessen, deiner eines Pflicht vergessen?